Szevasztok! Újra jelentkezünk. Eljött az idő, hogy publikáljuk Lovász Évinek a további felkészülését. Ugye már kiment az első rész az ő alapozó edzéseiről, hogy milyen módon és stratégiával készül a egyéni OB döntőre, ami májusban lesz. Most eljött a második rész ideje, úgyhogy imi ismét a gyulai csapattársakkal a mi baráti körünkkel így együtt fog nyomni egy edzést, ugye szokásosan Bélával. Csabi is megjelenik, Erik, tehát lesznek jó páran, és így fogják lenyomni az edzést, aztán Imi ugye ugyanúgy, mint legutóbb, el fogja mondani, hogy mit látunk és minek mi a szerepe. Úgyhogy nézzük meg ezt együtt. Szevasztok! Sziasztok! Folytatjuk az előző vlogot, és elhoztam nektek a másik két edzésemet is. Ugye a legutóbb egy felhúzós és egy felsőtest nap volt, ahol a fekvenyomásé volt a főszerep. Most egy guggolással folytatjuk. Ráadásul a mai edzésen teszteljük az új guggolórudat, amit Csabi vett. Még most próbálja ki ő is elsőnek, láthatjátok, hogy most bontjuk ki. Ez egy nem IPF szervezeteknél használt verseny guggolórúd, aminek az az érdekesség vagy a különlegessége, hogy sokkal hosszabb, mint egy átlagos rúd, még a felhúzó rúdnál is. Vastagabb is, merevebb is, és végig recézett. Hárman guggolunk ma, Béla, Csabi és én. A felhúzáshoz hasonlóan a guggolás is része az edzés tervemnek egész évben. Strongman versenyeken ugyan nem szokott versenyszám lenni általában a guggolás, mondjuk a tavalyi OB-n pont volt, de nem jellemző. De úgy gondolom, hogy guggolás nélkül nem lehet kellően erős lábokat és alsó testet építeni. Így hát muszáj guggolni. Ahogy a felhúzásnál is láthattátok, guggolásnál se használok még követ. Úgy terveztem, hogy a felkészülésnek ebben a részében még megpróbálok öv nélkül beerősödni, és majd csak a verseny előtti pár hétben kezdek el használni. Illetve csak térgumiba guggolok. Igaz, hogy majd az erőemelő versenyen lehet használni térbandást, viszont én úgy döntöttem, hogy nem használok, mert számomra az túl kényelmetlen, és hiába hoz akár 40-50 kilót is, de hát túl macerás. Ahhoz kell egy ember, aki megtanulja feltekerni, és akkor csak ő tekeri minden edzésen és a versenyen is. Tehát én úgy döntöttem, hogy guggolok inkább 40 kilóval kevesebbet, viszont sokkal kényelmesebben fogok versenyezni, és biztos, hogy nem a bandázsoláson fog múlni a dolog. Na még kettő, Csabi. Na még egyre, szedd össze magad, egy. Gyere végig, nagyon jó. Itt is hasonló volt a koncepció, mint a felhúzásnál. A bemelegítés követően lesz majd egy topsettem. A mai edzésen 250 kilót tűztem ki célul, és abba próbálok meg majd minél több ismétlést. Csabinak volt egy több ismétléses szériája 2-10-be, abban 4-et guggolt, majd a végén
belegugolt egyet 2.35-be is, szintén bandázs nélkül. 90 kilós testsúlya. Végül három ismétlés sikerült 2.50-be. A második után úgy éreztem, hogy lehet ez négy is, viszont a harmadiknál kicsit megbillentem, ezért az sokkal nehezebb volt, mint amire számítottam, ezért már nem mertem rámenni még egy ismétlésre. A 2.50 után visszavettem 205 kilóra, és abba gugoltam két szériába egy pár könnyű ismétlést. A következő gyakorlatom egy lábemelés volt. Szerintem nagyon fontos a hasedzése is, különösen ez a lábemelés az egyik kedvencem, mivel egy nagy súlyos guggolás vagy felhúzás után, amikor a gerincet egy függőleges irányú terhelés éri, ezzel szerintem tök jó ki lehet mozgatni, nyújtani az alsó háti szakaszt is. A második has gyakorlatom egy haskerék volt, amit általában térdelve szoktam végezni, viszont most úgy döntöttem, hogy megpróbálom így normálisan állva is végezni. Hát így még nem tudtam teljesen kiengedni a mozdulatot, de szerintem egy pár edzés múlva menni fog így is. Már a következő edzésnapot láthatjátok, itt röntgnyomással kezdtem. Úgy terveztem, hogy a felkészülésnek az első pár hetében még csak szimplán fejfelé nyomást fogok végezni a röntgel, mindenféle lábtechnika nélkül. Így próbálom csak a statikus nyomóerőt fejleszteni, és majd csak a későbbiekben hozzáadni bármiféle lökést. A mostani edzésen Erik csatlakozott hozzám, aki most felhúzni fog. Ő általában nem húz fel, nagyon ritkán. Szerintem az elmúlt egy-két évben egyáltalán nem. Viszont most egy kis házi verseny miatt úgy döntött, hogy megint elkezdi. Kiló amúgy a rönk üresen. Most 60-ban nyomok.
úgy terveztem, hogy a mostani edzésen 80, illetve 90 kilóval próbálok meg majd minél több ismétlést nyomni. Ez lesz az első munkasorozatom 80 kilóba. A terv az volt, hogy könnyedén, stabilan nyomok bele 6-ot, és hogyha ez megy, akkor a következő szériába 90-nel fogok nyomni. Mivel stabilan ment a 80-ba a 6 ismétlés, ezért megpróbáltam a 90-et is. A következő gyakorlatom egy szokásos húzódkodás volt, itt mint a múltkor is 3 szériába végeztem, 8-10 ismétlés, most itt talán az első szériában nem 10 is. A következő nyomógyakorlatom a fekvenyomás volt, még mindig 130 kilóba. De most már a 6 helyett 8 ismétlést tudtam belenyomni. Ami még szintén kevés, de már 2-vel több, mint a múltkor. Ezt egy sima, egyszerű, hátgépes evezés követte. Ez is szintén 3 szériába, 6-8 ismétléssel.
túlózkodásban a múltkörihoz képest most rátettem 10 kilót, így most kereken 50 kilóval nyomom az első szériát. Zárásként egy kis bicepszezés következett, nem nagyon szoktam külön karra edzeni, nem látom ugyanis értelmét, hogyha végez az ember mindenféle nyomó, húzó gyakorlatot az edzésein, akkor szerintem kapnak elég terhelést ahhoz a karizmai, hogy megfelelően fejlődjenek. De azért néha húzok egy-két szériát, csak úgy az íze kedvéért. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Minden jót nektek, sziasztok!